sportosat. Híradónk vendége Gál László, az Ózdi Futballklub elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Újra itt zajlik az élet. Szerencsések vagytok, mert nálatok még azért nem kezdődött még el a bajnokság. Ugye, jól tudom, tehát a megyei szinten még nem. Még nem kezdődött el, majd március elején. Március? De harmadika. Na, lassan itt van most már. Igen. Hány hétvége még? Hát még a jövő hétvégénk szabad, és aztán utána kezdődik. Akkor lassan lehet gyúrni akkor, ugye? Így van. Összeállt a csapat? Én azt gondolom, hogy kész vagyunk, jól sikerültek az átigazolásaink, sikerült magunkat továbbra is ahhoz tartani, hogy javarészt fiatal, tehetséges labdarúgókat hívünk Ózdra, és fogadják el a mi általunk nyújtható feltételeket. Ebből a szempontból nagyon jól érzem magam, mert azt gondolom, hogy az a cél, hogy az osztályozóra egy megfelelően kellőképpen ütőképes csapatot tudjunk kiállítani, azok ezeknek a játékosoknak a segítségével meg fog valósulni. Mai beszélgetésünk egyik apropója ugye az, hogy megtartották az éves rendes közgyűlés, az Ózdi Futballklub. Minden rendben van. Mi több? Egyes hírek szerint, mi több? Hát a közlemény szerint, ami megjelent. Asztali tenisz, birkózás, ökölvívás, judó, vívó, vívás, és még sorolhatnám tovább, majd te folytatod a sort. Szabadidősport. Így van. Akkor ez hivatalosan is akkor megalakult, létrejött? Igen, ez hivatalosan megalakult, létrejött, hála az Istennek. Tehát amiről korábban csak beszélt, hogy tervben szeretnéd, hogy bővüljenek a szakosztályok, akkor ez összejött. Igen, hála az Istennek az elmúlt fél évben nagyon-nagyon sokat dolgoztunk a kollégáimmal együtt ezen, hogy ez összejöjjön, és a taggyűlés alkalmasnak is találta ezt az ötletet arra, hogy adminisztratív formában is megvalósultnak tekintendő. Uh-huh. Úgyhogy nem csak ezek a szakosztályokról döntöttünk, vagy létrehozásáról döntöttünk, hanem a névváltoztatásról is, hiszen Ózdi Futballklub néven szerepeltünk eddig. Igen. És pénteki naptól Ózdi Kohás Sport Klub néven fogunk szerepelni. De ez majd csak péntektől. Igen. És akkor onnantól kezdve a titulusod is? Marad ugyanaz. Az tehát, Ózdi Futballklub. Igen, hála az Istennek, a mi klubunknál nem titulusokról szól a dolog. Sokkal büszkébbek vagyunk arra, hogy egy nagyon komoly és tényleg a magyar sportnak kiszolgáló egyesülethez viselkedvén tudunk így szerepelni ezekkel a szakosztályokkal. Még egyszer csak, hogy szokjuk, akkor mi lesz akkor az új név? Ózdi Kohász Sport Klub. C-vel. Tehát a kohász újra ott van. Így van. Nagyon de nagy. A kohókat nem fogják azért ugye most begyújtani? Hát azt nem tudom, bár én szerintem olyan nagy baj nem lenne belőle, hogyha újraindítanák, de az biztos, hogy nagyon sokat nem kellett ezen a klubvezetésnek, az elnökségnek morfondíroznia, hiszen ma, hogyha Ózdon a legkisebbekkel találkozol, akik az Ózdi Futballklubban sportoltak, azok is azt mondták, hogy ez a kohász. Tehát valamennyire úgy gondoljuk, hogy egy kicsit az emberek kedvébe is járunk. Meg így is volt ez akkor mindig is. Meg ne szégyeljünk vissza. Kohász, így akkor mindenki tudja, hogy mire gondoljon. Így van. Az Ózdi Kohász az Ózdi Kohász. Az egy név, amit nem kell. Egy brand? Így van. Nem, pontosan, nagyon jól mondod, a mai világban ez egy nagyon komoly brand, mi úgy gondoljuk, ez egy nagyon komoly márkanév, és szerettünk volna ehhez a márkanévhez csatlakozni. Logó marad-e? Mi lesz a logóval? Mert vannak, ahol azt mondják, hogy igen, fontos a logó, vannak, ahol mindegy, csak jól szerepeljen a csapat. A logó magában összességében maradni fog. Nyilvánvaló, hogy az Ózdi Kohász Sportklub, tehát ezek a betűk, amiből ez a név áll, uh-huh. ezek szerepelni fognak a logóba, de magában a logón változtatni nem szándékozunk. Tehát szerintünk a grafikai rész az marad, csak az a marad, betű... De szerintünk az ország egyik legszebb logója ez uh-huh. a klubé, úgyhogy nincs értelme nagyon változtatni rajta. Nem fog füstölögni semmi. Nem. Értem.
Szóval akkor minden rendben van, egyenes akkor minden, Ózdon? A klub szempontjából természetesen egyenes minden, és nagyon várjuk, vagy nagyon vártuk azt, hogy eljöjjön ez a pillanat, hogy a többi sportágnak is kinyithassuk a kapuját Ózdon. Nagyon komoly sportolói létszám emelkedést várunk ettől. Reményem szerint, hogyha júniusban, egy fél év múlva úgy szintén vendégül látsz, akkor beszámolhatok arról, hogy egy olyan 200-250 fővel megemelkedik a sportolói létszámunk, köszönhetően ennek a hat szakosztálynak. Mivel, hogy az előbb említettem, egy fél évvel, talán több is, mint fél évvel elkezdtük ezeknek a szakosztályoknak az alapjainak a lerakását Ózdon, ezért ezeknek a vezetéséről, vagy ezekben a szakosztályban dolgozók alkalmazásáról gyakorlatilag nem nagyon kell már, sőt egyáltalán nem kell már gondoskodnunk, hiszen áll a rendszer. És azokkal az együttműködési megállapodásokkal, amikről itt is beszámoltam már régebben, a családvédők, a roma kisebbségi önkormányzat, az iskolák, az óvodák, megkötött együttműködési megállapodások alapján ezeket a szakosztályokat is úgy szintén szeretnénk tölteni. Nagyon fontos elmondani, hogy az egész rendszert, amikor kitaláltuk, pontosabban nem is kitaláltuk, hanem átvettük külföldi minták példája alapján, az első lépéseket úgy tettük meg, hogy a labdarúgás szakág ban sportolók fejlesztését is kiszolgálandóan lehet a birkozással, a judóval, az asztali tenisszel még további embereket beszervezni, és aztán ott a labdarúgáson belül, vagy éppen ezekben a szakosztályokban sportolók választják a labdarúgást, vagy fordítva, de a lényeg, hogy egy kicsit olyan spárta is, ha vesszük a figurát, és a lehető legjobb képzést próbáljuk adni azoknak a gladiátoroknak, akik a sportot választják életcéljukká. Mondod, hogy áll a rendszer akkor, tehát megvannak a vezetők is, ugye szakosztályoknál. Vannak ennél a 6 vagy 7 új szakosztálynál igen. Versenyzők, sportolók, vagy még egyelőre most kezdődik a vadászat? Hát olyan fiatalok azok, akik rendszeresen járnak edzésre, már vannak, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy például a judónál Tarmisi bácsi, aki egy országos hírű nevelő edző, mindenféle kitüntetéssel, ugye ő ózdi, és Ózdon a judót csinálja gyakorlatilag most már 30 éve. És nagyon nagy büszkeségünkre csatlakozott. Akkor csak csatlakozni kellett a csapatával. A birkozásnak Pásztor Laci barátom, aki megkeresett most már egy éve lassan, hogy valami birkozással kéne valamit csinálni, mert lenne fogékony réteg a gyerekek közül, akik ezt szívesen csinálnák, ő úgy szintén. Ha jól tudom, itt is például a Birkoz Szövetség és tárgyaltatok együttműködés. Hát el kell, hogy mondjam, hogy mi minden szakszövetséggel, tehát minden szakszövetség vezetésével, akiket itt felsoroltál, mint szakosztály, mindenkivel az elmúlt időszakban tárgyaltunk. A birkozásról, ha arra kérdeztél rá konkrétan, úgy szintén tárgyaltunk, a Komáromi Tibi, aki az elnökségnek az egyik tagja a Magyar Birkozó Szövetségbe, ő, hála az Istennek, a Ferencvárosnál még versenyzőként, én meg mint technikai vezető a labdarúgóként ott futott össze életünk szája, és nagy tisztelője vagyok versenyzőként is, meg sportvezetőként is nagy tisztelője vagyok a Tibinek. Ferencvárosi kapcsolatokon keresztül eljutottam hozzá, beszéltem vele, hát jön fradistásan azonnal vette a dolgokat, és hál' az Istennek segített, úgyhogy egy második tárgyaláson is túl vagyunk már a Birkozó Szövetséggel. El tudtuk vinni a Küzdősportok Háza című projektünket, csúnya idegen szóval élve, ami gyakorlatilag ennek az 5-6 szakosztálynak egy épületben való képzési feltételeit biztosítaná. Ez egy nagyon komoly beruházási tervezet. Nagyon komoly emberek készítették, akik az ilyen tervek elkészítésében maximálisan profik,
és egy nagyon komoly dolgot hoztak össze belőle, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy az összes szakszövetséggel meg fogunk tudni állapodni OSZDI vezetőként, és ez a valamikori álom, ami ma már teljesen kézzel fogható, a magyar kormány és a magyar állam segítségével létre fog jönni. Akkor minden, akkor jól haladok ezek szerint. Nincs olyan pont, ahol megakadt a gépezet, és valami segítség kellene, vagy azért úgy mindent úgy meg tudtok házilag, OSZDI-ra gondolok most így oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy én azt gondoltam mindvégig, hogy nincs olyan pont, de sajnos az elmúlt napokban találkoztam egyetlen egy olyan ponttal, ez a létesítményhelyzetünk, ahol nem előre, hanem hátrafelé lépdelünk. Tudni kell, hogy mi bérlők vagyunk az OSZDI Városi Stadionban. Most a futballról beszélek, tehát bérlők voltunk, vagy vagyunk, még mai napig is. Hosszú-hosszú ideje tárgyalunk az önkormányzattal, pontosabban az önkormányzat tulajdonában lévő OSZDI Sport és Élményközpontok nevezetű céggel, aki a létesítmények fenntartásában vár a szerepet, mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit szervezet. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem állunk jól, egyáltalán nem állunk jól. Azért nem, mert voltak javaslataink, az egyik javaslatunk az volt, hogy nyilván egy bérleti szerződéssel rendelkező sportklub, ahogy növekszik, pontosabban nem csak létszámában, hanem szakmaiságában, ahogy növekszik, annál nagyobb területekre tartana igényt, vagy annál nagyobb beruházásokat szeretne elvégezni a sportcentrum területén. Hála az Istennek, ugye ez az ország jelen állás szerint a sportot támogatja, és ezen kívül hajlandó anyagilag is ebbe beruházni. Nagyon helyesen, magánmegjegyzésként, nagyon helyesen, és mi úgy látjuk, hogy jelen állás szerint, mondom az egész a múlt hétig ezt elképzelni nem tudtam, mi úgy látjuk, hogy az OSZDI Városi Önkormányzat nem hajlandó ezzel a lépésszámmal, vagy csapásszámmal egyetérteni, és avval sem hajlandó egyetérteni, hogy alternatívát kell adni az OSZDI fiataloknak, alternatívát kell adni az OSZDI embereknek, sportélmény szempontjából, meg sportolási lehetőség szempontjából. Konkrétan arról van szó, hogy ki akarják húzni alulunk a létesítményt, ami azt jelenti, hogy a házura nem nézi jó szemmel, hogy a sport, a versenysport és emellett minden más sport megpróbálja megvetni a lábát egy olyan létesítménybe, amit arra hoztak részre a valamikori létrehozók, hogy itt komoly sportélet folyjon. Lakók, ott élők tudják ezt? És igen, hogy reagálják? Nem, az ott élők nem vagyunk ilyen árulkodó fajta úgy alapjáraton. Sportolók meg sportemberek vagyunk, de az a nagy valóság, hogy a taggyűlés, ahol ezeket a változásokat, amit az előbb felsoroltál, határozatot hozott arról is, hogy egy beadványra forduljunk az önkormányzathoz, felhívva a figyelmét, hogy az általa kijelölt vagyonfenntartó vagy vagyonkezelő nem megfelelő módon látja el a feladatát, hiszen azt gondoljuk, hogy a sportot kiszolgálni csak is egyféleképpen lehet, ma már a 21. században, hogyha a lehető legjobb körülményeket biztosítjuk. Ezt az OSZDI Sport és Élményközpont nem teszi. Primitív, és azt gondolom, hogy a korhoz méltatlan feltételeket biztosítanak, és azt a segítő kezet, amit egyébként az OSZDI Sport, ezen belül az OFC nyújtott, azt nagyon durván leütik. Ha nem lesz megegyezés, akkor? Én nem tudom elképzelni, hogy ne legyen... Mert most rengeteg energia, rengeteg pénz, rengeteg mozgósítás ott van. Én egyet tudok. Én nem tudom, hogy lesz-e vagy nem lesz megegyezés. Az OSZDI futballklub, vagy az OSZDI Kohász sportklub ma már az építésben érdekelt, és nem a rombolásban.
abba soha nem leszünk partnerek, hogy a rombolásban részt vegyünk, már pedig ma annak a gyönyörű létesítménynek az előre eltervelt rombolása folyik. Értem. Jó. Szurkolok nektek, ha már építés szóba hoztad. Lesz valamikor fedett pályás nagy futball? Pálya, Ózdon? Ezért imádlak, megmondom őszintén. Mert így van, hallottál ilyen pletykákat, sőt, amikor először itt voltam ózdi futballklub elnökeként, akkor el is meséltem neked. A legnagyobb célunk az az nyilvánvaló, itt az előbb említettem a küzdősportok házát, nyilván többféle beruházási, ugye nyertünk egy TAU pályázatot 2017-18-es évre, műfűves pálya világítással, edzőpálya megvilágítása, ehhez való kiszolgálógépek beszerzése. A 2018-19-es pályázatot, TAU-s pályázatot úgy szintén beadtuk, pontosabban előadtuk az önkormányzatnak, de az önkormányzat, ugye az önkormányzat engedélyekkel a beadás. Az önkormányzat nem adta meg az engedélyt. A mai napig nem tudjuk, hogy miért nem adta meg az engedélyt, ilyen klósza pletykák vannak. Én nem értem, hogy egy képviselő hogy dönthet úgy, hogy a városát kár érje, de így döntöttek. Ezt szüneteltetjük még a 2018-19-es TAU-t, most a futballról beszélek. Igen. És most beadtunk egy újat, mert ugye szüneteltetjük, beadtuk újra az önkormányzathoz, az önkormányzatnál azt kérték, hogy hát amíg a költségvetési tárgyalások nem mennek, addig ne erőszakoskodjunk ebben, majd utána. Megvártuk a költségvetés megtárgyalását az önkormányzatnál, ami az év egyik talán legfontosabb időpont. Majd ezek után azt látjuk az ózdi önkormányzatnál, hogy a sportra az eddigi magánvéleményen megalázó 25 millió forint helyett, ami tavaly volt, az 20 millió forint lesz az éves támogatás, az össz ózdi sportot figyelembe véve. Tehát nem arra mutatnak a jelek, hogy partnerek lennének a fejlődésben, önkormányzat szinten, és arra sem mutatnak a jelek, hogy azokat a beruházásokat, amire rákérdeztél, a küzdősportok háza, vagy a nagy fedett pálya, mert ugye, hogy konkrétan elmondjam, igenis van egy ilyen álmunk, nyilván ehhez kormányhatározat kell, ennek tudjuk a módját, tudjuk a döntéshozókat, mi szeretnénk, az Ózdi Kohás Sportklub szeretne a jelenlegi centerpálya helyén egy totálisan fedett futballpályát, körülbelül 10 000 férőhelyel rendelkező futballpályát létrehozni, vagy pontosabban az állam engedélyével, vagy a kormány hozzájárulásával megépíteni. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy egy ilyen volumenű létesítmény, ami csak puskázok, ami az országban mondjuk, ha egy Székesfehérvárt veszük figyelembe, ennek a fele egy olyan 20-25 milliárd forintos bekerülésű, akkor mondjuk én veszek egy 40 milliárd forint körül bekerülésű épületet. Ez nagyon komoly támaszt ad munkahelyteremtés célzattal, nagyon komoly támaszt ad turisztikai céllal egy ilyen városnak, amely alól gyakorlatilag több mint 30 éve az emberek megélhetését egyik napról a másikra kihúzták. Szeretnénk ezt az űrt a sporttal betölteni, egy létesítménnyel betölteni, és szeretnénk mindenféle olyan integrációt ezzel elősegíteni, amit Ózdot visszahelyezi Európa térképére. Ez a cél. Egy olyan kis türkis bicset lehetne ott létrehozni, és az egyesek nem mennek akkor el addig a tengerig, hanem akkor oda elmennek télen, és akkor... Igen, én azt gondolom, de ennél több, azért beszéljünk, ugye Óz gyakorlatilag majdnem nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy egy határmenti város, gyakorlatilag a felvidéki magyarságnak, gyakorlatilag Borsod, Emesarkának, vagy az országnak egy nagyon komoly turisztikai centruma lehetne. Jó. Ugorjunk egyet az első osztályhoz, jó? Jó. Már csak azért is, mert Ferencvárosnál valamikor érdekelt voltál, de hát a Videotonnál is, tehát végül is. Nem is tudom, mind a kettő hazai pálya? Ki tudja. Itt ugyanis a Ferencvárosa van egy nagy gond. Egyre jobban az, hogy idehoztak egy olyan edzőt, aki horribilis összeget kap. Azért, mert valami oknál fogva úgy számolták ki, hogy a világ 50 legjobb edzője közé tartozik, de ha megnézzük valójában az élet útja miatt sem,
tudott még olyan sok mindent letenni az asztalra, nem volt sok ideje ugyanis. Na most ez az edző az utolsó két meccsen a lehetséges 6 pontból egyet szerzett összvisz. Itt a videóton a másik, ahol szintén itt ugyanez a helyzet, most végre nyertek. Mindenki arra fogja, hogy hát a labda gömbölyű, tehát igazából nem számít a pénz. Most mindenki ezzel jön. Ha nem számít a pénz, akkor miért kell horribilis összegért idehozni külföldi edzőket, akiknél ugyanúgy viselkednek a csapatok, mindegy, hogy most a Videótonra vagy a Fehér Ferencvárosra gondolok, mint hogyha magyar edző lenne a kispadon, mert itt is a videó, jaj, mert lehet, hogy a kupamenet, stb. Azt kivette, és most pszichésen, most... Ugye ezt mondták a magyar edzők, és azt mondták, hogy hozzanak ide profi külföldi edzőket, ugyanúgy viselkedik minden játékos, meg külföldiekkel van tele mind a két bajnoki csapat, mint hogyha magyar edző ülne. Na most ezért kérdezlek téged. Mi értelme van külföldi edzőket horribilis összegét idehozni, és külföldi játékosokat, akik ugyanúgy futballoznak, mint a magyarok legtöbb esetben, lásd Videóton két csodálatos hazai veresége, ugye, nem, tehát mi értelme van akkor? Van-e értelme? Egyáltalán ebből mi, laikusok azt látjuk, hogyha valóban gömbölyű labda, és ezzel minden meg lehet magyarázni, akkor miért költünk nagyon sok pénzt ezekre a játékosokra és ezekre a külföldi edzőkre, magyarok helyett? Engedd meg, rögtön avval kezdeném, hogy én továbbra is, mint az Ózdi Kohás Sportklubnak az elnöke szeretnék itt nálad nyilatkozni erre a feltett kérdésre. Jó, nem mind tehát én, mint a Videótonnál, mint a Ferencvárosnál, amikor dolgoztam, én külföldi edzőkkel is dolgoztam. Remek edzőkkel, remek emberekkel, remek edzőkkel. Amit egyetlen egy klubnál ebből a kettőből vezetőként soha meg nem engedtem, az az, hogy a külföldi edző a saját hazájából játékost hozzon, sőt, külföldi játékos sem engedtem. Nagyon. Nagyon-nagyon fontos, mert a magyar labdarúgás vezetőjét, hogy mindenki szokott így, ez is hülye, az sem ért hozzá, ne, álljunk meg egy pillanatig. A magyar labdarúgásban a vezető, az igazi vezető pozícióban értelmes, normális, okos emberek dolgoznak, akik a saját szakterületükön világszínvonalon teljesítenek. A labdarúgás, maga a szakma ezeket az embereket folyamatosan becsapja. Kérdezem én, föltetted a kérdést, kell-e ide külföldi edző? Igen, kell. Azért kell külföldi edző, mert a magyar edzők sem utánpótlás, sem felnőtt szinten nem hajlandók felvállalni azt, amiért ők szerződtetve vannak. Magyarán olyan magyar játékosokat csúnya szóval termeljenek ki, aki európai vagy világszínvonalon megfelelnek a mai kor követelményeinek. Ilyet nem tudnak kitermelni. Ezért volt az, az én időmben, sajnos ilyet kell mondanom, hogy gyere külföldi edző, és képezd a magyart. Ennek a két klubnak jelen pillanatban az egyiknek elnöke van, a másiknak tulajdonosa van, de van sportigazgatója is. A sportigazgatója, vagy az elnöke, vagy éppen a vezérigazgató egy ZRT-ben orbitális hibákat követnek el sportszakmai szempontból, mert nem a magyart képeztetik. Lefordítva. Jönnek a németek. Az a menedzseri oda önti ide be a játékosait, mind futballmigráns. Egy használható nincs belőlük. Kidobott, kikukázott, a nyugati vagy a professzionális világból kikukázott emberek érkeznek ide. Jön Rebrov, fölteszik a kérdés. Jó edző a Rebrov? A válaszom, szuper edző. Na de az, hogy egy edző idejön, az nem jár avval, hogy a 29-es felnőtt keretemből 17 külföldit alkalmazok.
Hát hol van itt a ferencvárosi identitás, a gondolkodás? Egy hozzászólásomban az interneten leírtam, ez a Ferencváros, ez valamikor a világ és Európa klasszisok sorát sorakoztatta fel. Ilyen szintű labdarúgók könyörögtek azért, hogy egy percet játszhassanak ebben a klubban. De mind magyarok voltak. Ez a labdarúgó az ERT vezetése, ez kikukázza ezt az egész gondolkodásmódot, és azt mondja, hogy nem baj, gyere ide, migránskám, vedd föl a pénzedet, szaladgálj el, mi van a Fradival, meg mi van a neveléssel, meg mi van a magyarságtudattal, meg az pont nem érdekli. Egy centit nem foglalkozik vele. Ez a szolgalélkűség csimboraszója. Nem szabad. Nem szabad egy magyar vezető, ilyen szintű klubnál, mint a Ferencváros, vagy ilyen szintű klubnál, mint a Videoton, kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a saját országát, a saját nemzeti válogatottját kiszolgálja. Mert ez a dolga, ezt föl kell vállalni. Nem egy oznak kell ezt fölvállalni, hozzáteszem, mi fölvállaljuk, és ennek az elvnek a mentén is dolgozunk. Nem nekünk kell, nem egy Kazincbarcikának kell fölvállalni. Igen, neki alá kell dolgoznia, de egy Ferencvárosnak ez célja kell, hogy legyen. Hey, nem, ne haragudj, mit kezdünk mi ezekkel? Esküszöm az élő Istenre, megnéztem ezt a Fradi Újpestet. Hát a Ferencváros kezdőcsapatának fele azt se tudta, milyen földrészen van. Fogalma nem volt, hogy milyen stadionba lép pályára. Fogalma nem volt arról, hogy milyen klubnak a bezét hordja. Jönnek ezek a sztereotípiák, tudom, a Ferencváros nagy klub, meg tudom, meg a Ferencváros, de az holnap fölébredek, és nem a Ferencváros, hanem valami futottak még ősztere egy kisebb Bundesliga, vierte klasse, akkor meg ott ébredek föl, és én ugyanezt fogom mondani. Nincs felelősség. Ezekben az emberekben semmilyen felelősség nincs a magyar sport iránt. Semmilyen. Ezért nekem szent meggyőződésem, nincs helyük a magyar sportban. Nincs. Megkockáztatom, sőt, biztos vagyok benne. Ha ma születne egy Albert kvalitású futballista, ha ma születne egy Puskás kvalitású futballista, ha ma születne egy Göröcs Titi, hál' az Istennek, ő még él, Isten éltese ott, ahol van, eszük ágában nem lenne odajutni az élvonalba, mert nem lennének hajlandók a tehetségüknek megfelelőtlen emberekkel szóba állni. De nem is engednék oda őket. Azért nem engednék oda őket, mert ezek az emberek világszínvonalon űzték azt, amiért sok száz és sok tízezer ember mérkőzésenként kiárkált. Ezek szórakoztattak, mert megvolt hozzá a képességük. Ezek az emberek, akik ma a Ferencváros meg a Videóton mezét felveszik, nagyon nagy százalékkal nem akarnak szórakoztatni. El akarják vinni a pénzünket, és úgy akarják elvinni a pénzünket, hogy közben meg is alázzák azt a klubot, ahol szerepelnek. Nézz oda, egy Ferencváros 4 éve nem volt nemzetközi kupába. Jézus Mária! 4 éve, és kiáll az elnök, és azt mondja, hogy hajtunk a 3. csillagra. Ember! Hát, hogyha holnap azt mondanád, hogy befejeztem, már az késő lenne. És időnk lejárt, szomorúan, de be kell fejezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.